A kezemben Simon Mária írta, sajnos édesanyám Spiák Margit október 22-én elhunyt, ezért az ő emlékére kérem november 3-án a kívánságkosár összes dalát, szerette nagyon az önök műsorát, szerető és egyetlen lánya, aki szívében örökké őrizni fogja emlékét, Simon Mária. Gregor József énekel. De minden jót! Unokájukat Barkai Barbalát születésnapján és lányukat Barkainé Rémiás Mariannát köszöntik névnapján mama és papó, akik Istentől megáldott hosszú életet kívánnak nekik. A Világos Viktornak és édesanyjának Léviának születésnapjuk alkalmából sok szeretettel gratulál Dezső Tata. Jó egészséget, erőt, örömet, boldogságot és sok szerencsét kíván nekik, és azt üzeni, hogy nagyon szereti őket, és Timikét is puszíja. Kommandó községben Fehér János Arnoldnak születésnapja alkalmából kisé megkésve, de annál nagyobb szeretettel kívánnak jó egészséget és hosszú boldog életet. Keresztszülei Kató és Miklós továbbá szeretettel köszöntik Sepsiszent Györgyön keresztlányukat, Kónya Bíborkát, valamint Karácsony Mártát születésnapjuk alkalmából. Kosárinak Svájcba, Neuhausenbe születésnapja alkalmából sok boldogságot, erőt, egészséget kíván Dénes Laci, aki külön üdvözli Gyuszit is. A Nox együttes következik, daluk címe Ember Madár. Béres Irén soha el nem múló szeretettel emlékezik meg anyukájáról és apukájáról halottak napja alkalmából. Ida Nagygalambfalváról szeretettel emlékezik felejthetetlen élettársára, Miklós Istvánra, aki ezen a nyáron távozott mellőle. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Továbbá Székely Ida köszönetet mond mindazoknak, a Székelyudvarhelyi mentőállomás dolgozóinak és a Székelyudvarhelyi kórház kardiológiai osztályán dolgozó orvosoknak, akik mindent megtettek élettársáért. Köszöni testvéreinek, a rokonoknak és szomszédainak, hogy a nehéz napokban mellette álltak. Telefonálót köszöntünk, jó napot kívánunk! Nagy Györgyné Mancinak 90. születésnapja alkalmából minden jót kíván családja, fiai Péter és Pisti, menyei Ági és Györgyi, unokái Szilvi és Tomi. Azt üzenik neki, légy türelmes, hogy aztán újra együtt lehess imádott férjeddel, Gyurival. Egy újabb e-mail, tisztelt kívánságkosár, szeretnénk megemlékezni Makón édesapánkról, nagyapánkról, Szilágyi Sándorról, halálának 10. évfordulóján. Szívünkben örökké élsz, szeretünk és soha nem felejtünk el. Fájó szívvel emlékezik élettársad Piroska, lányaid, fiaid és az unokák. A nemrégiben nagyon hirtelen távozott Kónya Ilonka emlékére szól a következő dal. Akik szívük nem múló, nagy fájdalmával gondolnak. Egy szomorú anya, Kuti Erzsébet és a testvérek Ilonka és Sanyi, valamint az ő családjai szeretnének megemlékezni Kuti Csabáról a következő pársor kíséretében. Búcsú nélkül távoztál, mint hulló falevél, amelyet hiába várunk, vissza soha nem tér. Mindig szerettél, és mi is szerettünk téged, de ez a szeretet már csak a mi szívünkben van meg. Mert senki sem tudja, mi az igazi fájdalom, csak kinek gyermekét, testvérét fedi a sírhalom. Évába szüleinek, Jan Lénártnak és Mária Lénártnak küldi a következő dal sok szeretettel lányuk Mária Szobonova Lévából. Máté Péter. Hammel Gyuláné Annuskának betegsége elviseléséhez kitartást kíván, és üdvözli a következő szép nótával betegtársa Iliáné Marika. A Szigetközi Püskiben a drága édesanyának 89. születésnapja és névnapja alkalmából gratulál szívből, népes családja nevében lánya, Kotecki Lajosné. Székely Ildikó Zita Magyar Décséből üzen, majd meghallgatjuk Kalmár Magda előadásában a Várjatok még őszi rózsák kezdetű nótát. Lajost és Fige Erzsébetet 84. és 83. születésnapjuk, valamint 62. házassági évfordulójuk alkalmából köszönti az egész család. Két lányuk, két vejük, két fiúk, két menyük, 7 unokájuk és 10 dédunokájuk. Jó egészséget és sok türelmet kívánnak nekik a szép ünnepnapok alkalmából. Oroszlón az idősek otthonában Tóth Jánosnénak 98. születésnapjára szól a köszöntő. Sok boldogságot, jó egészséget kívánnak gyermekei, menye,
veje, unokái és dédunokái, akik nagyon szeretik őt. És köszönetet mondanak az idősek otthona dolgozóinak a hűséges ápolásért és áldozatos nehéz munkájukért, amit mindig lelkiismeretesen tesznek. A színpadot egy fiatalembernek, ő Szörnyi Szilárd, és Mentorban, biztos emlékeznek rá, Mentor Magyar Csillagok című sorozatunkban a középdöntő második fordulója zajlott le múlt szombaton, a Csillagszemű mesemondó versenyről van szó, és minden héten bemutatjuk önöknek azt a három gyermeket, aki az előző szombaton elmondhatta a mesét a Csillagszemű mesemondó versenyben. Tehát akkor Szörnyi Szilárd következik, ő hétfalusi Csángó népmesét mond önöknek. Nyíregyházára üzenünk most Kővári Zsanettnak és Zsófiának, hiszen születésnapjukat ünneplik, valamint Jázminkának születése alkalmából. Őket köszöntik tehát szüleik, nagyszüleik, dédszüleik és keresztszüleik, és nagyon hosszú, boldog életet kívánnak nekik erőben és egészségben. Nem sokára Feleki Kamil nekik is énekel. Bácsfaluban Veres Enikőnek 16. születésnapja alkalmából kissé megkésvede, annál nagyobb szeretettel kíván minden jót, sok szerencsét, boldogságot, örömteli éveket szerető Gizi nagymamája, édesanyukája és édesapukája. Fort Myersben kedves lányuknak, Mónikának nagyon sok boldogságot, vidámságot, jókedvet kívánnak szülei Magyarországról, Damien Ferencének el. Napja és 42. házassági évfordulója alkalmából a kívánságkosár ma elhangzó dalaival köszöntik fiai István és Lehel, valamint szerető férje István. Sándor Lászlónénak 44. házassági évfordulójuk alkalmából sok örömet és boldogságot kíván a műsor mai dalaival férje és gyermeke Dóka Zsuzsa énekel. A Bolcsra Horváth Józsefnét 60. születésnapja alkalmából köszönti férje Józsi, lánya Ildikó és családja, fia Csaba és barátnője Katica és testvére Fe. Albertné, Ica néninek szeretnék küldeni Bodajkra a következő dalt, ezúton kívánva neki boldog születésnapot és jó egészséget. Szeretette Zoli, Dóra és a gyerekek. Rában egyetlen gyermeküket, Márk Amikát köszöntik születésnapján. Szerető szülei Babi és Feri azt kívánják neki, hogy a jó Isten áldása kísérje egy életen keresztül. Hát, hogy nem derült ki az e-mailből, hogy a köszöntött beszél a magyarul. Tehát, I would like to dedicate the Stevie Wonder song Happy Birthday for my niece, Amy Kovács, who is turning 20 on the 16th of November. We would like to wish her all the best love and happiness from Nana, cousin Vicky and Nick from Australia. Vizen Horváth Csillát köszöntik, aki ma ünnepli 30. születésnapját. Ebből az alkalomból sok boldogságot és jó hangulatot kívánnak neki, és barátainak is a szülinapi partin. Gondolatban vele vannak, és a kívánságkosár összes mai dalát küldik neki sok szeretettel nagynénje Rosália New Jersey-ből, valamint unokaöccse James Chicagóból. A közönség döntött ott is, és a közönségnek a prima primissimán is megvan a lehetősége, hogy döntsön, hiszen közönségdíjas lehet többek között Cselényi László, a Duna Televízió elnöke. Őt a magyar sajtó kategóriában jelölték, a három jelölt egyike. Hogy a kuratórium hogy dönt majd, azt nem tudjuk, de van egy közönségdíjra is esély. Kedves nézőink, ha úgy gondolják, hogy a Prima Primissima díj céljával, vagyis a magyar értelmiség eredményeinek megőrzésével a hazai